Az igéhez szeretnénk most odafordulni, és ezelőtt, mielőtt ezt tennénk, nyitott szívért imádkozzunk. Hajtsuk meg fejünk. Hálásak vagyunk, Urunk, ezért az egész napért, a gyönyörű jó időért, azért, hogy megőriztél minket az úton, a testvéri találkozásért, a finom ételekért. De Urunk, mindez hiába való lett volna, ha te nem vagy itt a középen, hanem te szólsz, hanem a te üzenetedre figyelhetünk. Köszönjük, hogy ebből is gazdagon adtál nekünk ajándékokat. És így szeretném kérni, hogy amikor ígéret most újra felnyitjuk, abban hadd találkozzunk veled. Nem emberi szavakra van nekünk szükségünk, Urunk, hanem az élet, az örök élet beszédére, amely egyedül te tőled származik. Így kérünk nyitott szívért, fogjulejtett gondolatokat, hogy elne kalandozzon a figyelmünk. És azért a kegyelemért is könyörgünk, Urunk, hogy amit megértettünk, azt meg is szívlelhessük, és ahhoz igazíthassuk az életünket, hogy ne szóljon ígét hiába. Amen. Máté evangélium a 7. fejezetéből szeretnénk felolvasni néhány verset. Máté evangélium a 7. fejezetéből, a 24. verstől a 27. vers felé szakaszt. Jézus mondja, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, az összeomlott, és teljesen elpusztult. Kedves testvéreim, amikor megkértek arra, hogy ezen a kétkeresztes regionális találkozón a záró ágyítat szolgálatát végezzem, ez a felolvasott ige a hegyi beszédnek a vége kezdett el bennem zakatolni. Erről és ennek az igének az üzenetéről szeretnék szólni. Hiszem, hogy Urunk helyezte a szívemre, nem én választottam, mint ahogy a készülés során is azért könyörögtem, hogy a mondani való se tőlem való legyen, hanem az Úr Jézustól. Ebből a szakaszból három üzenetet kaptam, és ezt szeretném Isten lelke segítségével megosztani veletek. Három nagyon radikális üzenet. Az első, hogy élet és halál kérdéséről van szó. A második, hogy az életben maradásunk kérdése, vagy titka, inkább így fogalmaznék, nem bennünk keresendő. És a harmadik, hogy nem elég hallgatni Jézus szavát, de tenni kell. Élet-halál kérdéséről van szó. Az Úr Jézus a hegyi beszéd zárásaként a kősziklára és a homokra épített ház képét használja az ő üzenetet szemléltetéseként. A homokra épült ház teljesen, nem csak részben, teljesen összeomlik, elpusztul. A kősziklára épült ház pedig nem omlik össze. Pedig ugyanazok a próbatételek érik, mint a homokra épült házak. Cunami, sárlavina, földrengés következtében összeomlott házak képét mindannyian láttuk már. Nemrég a szerbiai áradások kapcsán összeomlott házak képe döbbentett meg bennünket. Csak hogy Jézus ezeket nem azért mondja csupán, hogy sajnálkozzunk mások tragédiája felett. Hogy mekkora csapás lehet egy élet munkáját rövid idő leforgása alatt elveszíteni. Jézus nem csak azért mondja ezeket a szavakat, hogy megmutassuk a lelkiismeretünket azzal, ha felhívjuk a segélyvonalat,
hogyha áldozunkon segítszel, veletek javára. Természetesen ez mind nagyon dicséretes és jó dolog, de ennél sokkal többről van szó. Mert bár szörnyű dolog, hogyha valakinek az otthona összedől, ha egy család földönfutóvá válik, csak hogy itt most az életünkről van szó. Mégpedig arról, hogy az életünk összeomlik-e, és teljesen elpusztul, vagy nem omlik össze, és megmaradunk. Hiszen Jézus nem egy építészeknek szóló tanmesét mondott el, hanem a prédikációja a hegyi beszéd hallgatóihoz szólt. Radikális az Úr Jézus beszéde, mert ez a példázat csak két végletet tesz lehetővé. Vagy összeomlik az életünk, és teljesen elpusztulunk, vagy megmaradunk, és nem fogunk összeomlani. Jézus harmadik útról nem beszél. És számomra a kék kereszt azért nagyon kedves, mert minden esetben szembesít engem Jézusnak ezzel az igazságával. Mert az alkohol, a drog, a gyógyszer, a depresszió látványosan és rövid távon bizonyítja az igének az igazságát. Aki rabja valamilyen szenvedélynek, annak összeomlik az élete. Elveszíti a munkahelyét, tönkre megy a házassága, elveszíti a családját, az egészségét, nem is beszélve az önbecsüléséről. És látványosan összeomlik. Tudjuk jó, hogy ezt a lelkünk ellensége, a sátán akarja, és ő örül az ember pusztulásának, mert ez az ő célkitűzése. Embergyilkos volt kezdettől fogva, mondja róla Jézus, és ilyen összeomlott, vagy az összeomlás küszöbén álló emberi életekkel gyakran találkozom. Az addiktológiai osztályon két hetente, és többször a heti kékkeresztes csoportunk alkalmával is. De a Jézusi igazságnak a másik oldalát is megtalálhatjuk. Erre is vannak példák. Aki Jézus Krisztusban megbízik, az életét hittel rábízza a jó pásztorra, annak felépül az élete. Látványosan rendben jön. Saját szememmel láthattam ezeket a csodákat, és azért is szoktam így fogalmazni bemutatkozáskor a kékkereszt csoportban, hogy azért járok ide szívesen, mert két lábon járó csodákat lehet itt látni. Látom, ahogy emberek helyre jönnek, ahogy hajléktalanságból, szenvedélyből, nem törődő állapotból valaki visszanyerni az emberi mi voltát. Munkája lesz, tető lesz a feje felett, helyreáll a kapcsolata a gyermekeivel, házasságot köt, hívő felesége lesz, gyülekezetben otthon talál, áldom érte az Urat. És értük, mert lehet többet számban beszélni. Tudjátok, egy átlagos gyülekezetben nem biztos, hogy ez ilyen élesen kirajzolódik. Jó szituált, szépen felöltözött nők és férfiak jönnek, beülnek a templomi padokba, végighallgatják a prédikációt, aztán szépen hazamennek, és jöhet a húsleves és a rántott hús. Nem biztos, hogy szembesülnek azzal, hogy Jézus nélkül össze fog omlani az életük. Hiszen megvan mindenük. Miért kellene aggódniuk? A vasárnapi Isten tisztelet pedig olyan szépen beleillik a lelki, vallásos igényeink közé. És ezzel le van tudva. És lehet, hogy a következő vasárnapig eszünkbe sem jut, amit az előző vasárnap hallottak. Pedig az ő életük ugyanúgy össze fog omlani, ha Jézus nélkül élnek, mint a szembeni betegeké. Csak talán ők nehezebben szembesülnek az életük romlásával, mert az nem olyan látványos. De Jézus nélkül mindenki tévúton jár. Jézus nélkül mindenkinek az élete össze fog omlani.
És boldog az az ember, aki erre hamar ráébred és Jézusba kapaszkodik. És ezért olyan nagyon fontos, hogy a szabadult alkoholbeteg el ne felejtse, honnan hozta ki őt az Úr. Hogy el ne felejtse, Jézus nélkül halál vár rám. Olyan nagy szükségünk van ezekre a bizonyságtételekre, mindannyiunknak, akik talán nem ilyen látványosan tesszük vagy tettük tönkre az életünket. Élet vagy halál, és ti ezt tudjátok. Képviseljétek, el ne hallgassátok, el ne felejtsétek, mert csak két út van, összeomlás vagy megmaradás. Szeverény János, evangélikus missziós lelkész fogalmazott így, vagy megtérsz, vagy meghalsz. Nincs harmadik lehetőség. És ez lelkészre ugyanígy igaz, mint miniszterre, vagy szenvedélybetegre. Élet Jézusnál van, egyébként csak összeomlás. A második radikális üzenete ennek az igének, hogy az életben maradásnak a titka nem bennünk keresendő. Jézus arról beszél a hegyi beszéd végén, hogy aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. Mindannyian tudjuk, hogy Jézus akarata, sőt az ő személye, az ő beszédéhez kötött. Ott találjuk meg őt. Ha igét olvasunk, azért olvassuk, mert őt keressük. Ha a hittel olvassuk az igét, vele fogunk találkozni. Sőt, azt mondja János evangélium eleje, hogy Jézus maga a testé lett ige. Jézus tehát a vele való kapcsolathoz köti az életünk megmaradását. Én azt gondolom, testvérem, hogy ti sokkal jobban tudjátok, mint én, hogy az önsegítő csoportoknak se szeri, se szám. Nem akarom őket bántani, hiszen az őszinte közösség önmagában is nagy érték. De nem elég. És a kékkereszt csoportban másról, erről a többről van szó, másodszor ezért kedves nekem a kékkereszt csoport. Mert a kékkereszt csoportban arról van szó, hogy Jézus nélkül nem fogunk tudni megmaradni. Jézus nélkül összeomlik az életünk. Nem mi tartjuk meg magunkat. Pedig olyan szívesen tennénk. Sőt, annyira igyekeztünk is rá, nem? Úgy igyekeztünk. Csak be kellett látnunk, hogy ez nem megy. Eszembe jut egy Szeged mellett élő festőművész szomorú vallomása, amit Dömösön hallgattam. Azt mondta, minden reggel azzal az erős elhatározással ébredt, hogy ma nem fog inni. Aztán a délelőtt folyamán valamendig tartottam is magát, de az estét újra azzal a szomorú eredménnyel kellett lezárnia, hogy most nem sikerült. És az ő hiába való elhatározásait egy homoktölcsérben felkapaszkodó hangya sziszifuszi munkájához hasonlította. Ez a kis hangya igyekszik kikapaszkodni a gödörből. Meg is tesz néhány felfelé kapaszkodó lépést, aztán megindulnak a homokszemcsék a lábai alatt, és visszacsúszik a gödör fenekére. Ismerős? Látjátok, fejezte be a mondandóját a barátom. Ez történik velem minden nap. Olyan jó, hogy ez a beszámoló Dömösön hangzott el, ahol aztán a barátunk Jézusról is hallhatott, aki éppen az ilyen elveszettekért jött, hogy megkeresse és megtartsa őket. Sajnos olyan sokaknak tart hosszú ideig, amíg felismerik és beismerik vallani, hogy nem tudják magukat megtartani. Olyan sokan gazdagodtak már még azáltal, hogy szabadulást ígértek embereknek
emberi erőfeszítés útján. A reklám szöveg az valahogy így hangzik, képes vagy rá. Sikerülni fog. Csak szedd össze az erődet. Edzd az akarat erődet. Képezd a jellemedet. Használj elterelő stratégiákat, és a végén majd kihúzhatod magad, és megveregetheted a vállalat, és azt mondhatod, nekem sikerült. És kínálnak gyógyszert és esperát, injekciót, hipnózist, mások kozmikus energiát. És a bajba jutott ember mindent kipróbál, és nem sajnálja a pénzt, az erőfeszítést, csak hogy megszabaduljon a bajától, és hogy elmondhassa, nekem sikerült. És olyan nehéz megalázkodni, és elmondani, hogy nem sikerült. Hogy nem megy. Hogy a saját erőm, az ügyességem nem elég. És itt nyílik meg a kegyelem ajtaja. Ez az előfeltétele annak, hogy Jézus a szabadító beléphessen és segíthessen. Tudjátok, még az is lehet, hogy egyeseknek valóban sikerül. Sikerül nem inniuk. Mert a nem szabad inni jelszó az is visszatart némelyeket. Ezzel szemben pedig mi Dömösön valami más tanultunk. Az evangélium valahogy így szól, Dömösön szabad nem inni. Mert hogy igazából nem arról van szó, hogy van egy problémám, kinek az alkohol, kinek a gyógyszer, kinek a depresszió, stb. És ha abból kigyógyítanak, akkor egyébként minden rendben megy. Hanem éppen ellenkezőleg. Az egész életem nincs rendben. Nincs a helyén. És annak egyetlen egy talán látványos tünete, kinél az alkohol, kinél a gyógyszer, kinél a depresszió. Ha tehát eljutok oda, hogy már nem iszom, azt, ahogy Zoli bácsi mondta, tűzhetem a kalapom mellé. Mert, ahogy Zoli bácsi fogalmazott, a részeg alkoholistánál csak egy kiállhatatlan van, az pedig a gőgös abstinens. Testvéreimekünk elsőrendben nem a szenvedély betegség a problémánk. Az elsőrendű bajunk nem a szenvedély betegség, hanem a Jézus hiány. És ennek vannak természetesen letagadhatatlanul látványos jelei az életünkben, amivel mások, és én magam is szembesülök, és minél előbb, annál jobb. És ezért nagyon fontos, hogy a szabadult szenvedélybeteg bátran képviselje és el ne felejtse, csak addig van szabad élete, amíg Krisztusa van. És ha kezdik dicsérni az akarat erejét, és az erős jellemét, akkor legyen bátorságod azt mondani, hogy nem barátom. Nem én húztam ki magam a sárból és iszamból. Én ezerszer akartam, tudod? Csak nem sikerült. Rajtam nagyon sokan akartak segíteni, de nekik sem sikerült. Nagyon sok gyógyszert kipróbáltam, de nem gyógyított. Engem egyedül Jézus Krisztus tudott megszabadítani, aki új életet is adott nekem. Ez pedig a szabadult szenvedélybetegre ugyanúgy igaz, mint a lelkészére, vagy a miniszterre, vagy bárki másra. Mert tudjátok, a teológiai végzettség az nem mentesít a Krisztusban nyert élet kizárólagossága alól. Lelkész és alkoholbeteg nincs különbség. Vagy van Jézusa, és akkor van élete, vagy nincs Jézusa. És akkor ki előkelőben, ki nem annyira előkelően, de el fogom mindannyian pusztulni. Lehet persze részlegesen szabad egyes dolgoktól az életünk, más részeken meg rabok vagyunk, vagy maradunk.
De ez nem az az élet, amit Jézus hozott. Ez csak vegetálás. Sodródás egyik szenvedélyből a másikba, egyik becsapottságból a másikba, és közben az Isten hiány, az űr egyre jobban tátom bennem, mert az egyedüli út, igazság és élet Jézus Krisztus. Persze van jópolgári, humanista, becsületességre törekvő, egyenes, meg gondolt, vallásos élet is. De ez nem az az élet, amit Jézus hozott. A gyógyult szenvedélybeteg tudja, hogy senki és semmi nem tudta őt megváltoztatni. Se fenyegetés, se jó szó, se rábeszélés, se kényszer. Egyedül Jézus Krisztus. Testvéreim, nekünk nem vallásoskodásra van szükségünk, hanem azzal a Jézus Krisztussal való kapcsolatra, aki szabadítója és királya akar lenni az életemnek, amelyben Jézus az Úr, és én vagyok az ő szolgája, és nem fordítva. Ha magadra építesz, előbb-utóbb el fogsz bukni, mert az elesést felfúvalkodottság előzi meg. Erre tanított bennünket gyakran Zoli bácsi, a példabeszédek könyvéből vett ígével. Nézz Jézusra! Ő ráépíts, benne bízz. Nem én, hanem ő. Legyen és maradjon ez az életünk jelmondata. És végül a harmadik, nem elég hallgatni Jézus szavát, de tenni. Tenni kell. Tudjátok, valameddig el lehet evickélni vallásoskodással is. Mind addig, amíg nincsenek viharok. Addig nem látszik a különbség, hogy egy épület kősziklára épült, vagy homokra. Napsütéses időben nem derül ki a különbség. Márpedig lesznek viharok. Lesz szélvész, lesz áradat. A hitetlen ember életében épp úgy, mint a Jézusba kapaszkodó hívő ember életében. Wilhelm Busch, német evangélikus lelkész, a II. Világháború során kikerült a frontra. A káromkodó, kicsapongó életű bajtársai a lövészárokban, amikor fütyültek a golyók, odahúzódtak a pap háta mögé, mert azt hitték, hogy őt nem fogja a golyó. Hát dehogy nem. Sok hívő ember eszett oda a háborúban. Lesz vihar, lesz szélvész, lesz áradat. Bennünket sem fog megkímélni. A kérdés csupán az, hogy megáll-e, vagy összeomlik az életünk. És Jézus azt, hogy megmaradjon az életünk, ahhoz köti, hogy valaki hallja és cselekszi az ő akaratát. Jó volt itt együtt lenni, találkozni egymással, hallgatni az áhítatot, az előadást, énekelni együtt. Ez kevés. És most hazamegyünk egy szép nap emlékével, és örül a szívünk, de ez kevés. És jönnek majd a viharok, jön az eső, az áradat, és azt fogja majd megmutatni, hogy itt voltunk, az teljesen hiába való és felesleges időtöltés volt, vagy volt értelme. És ez nem azon múlik, hogy itt voltunk, nem aludtunk el, hanem hallottuk, eljutott a szívünk. Ez még mindig kevés. Az igazi az, hogyha ahhoz igazítom az életemet. Jézus maga beszél arra, hogy utolsó ítéletkor eljönnek emberek, és azt mondják, hogy Uram, Uram, hát nem ismersz meg bennünket? Hát a mi utcánkon tanítottál? Hát előtte lettünk! Egy asztalnál ültünk, együtt ettük a töltött káposztát. Nem emlékszem, én jóítványt is kínáltam neked. Kívántam neked. Sőt, a te nevedben nyűztük ördögöket. Te nevedben gyógyítottunk. Jézus azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Eredjetek tőlem. Én gonosz tevők az ítéletre. Az, hogy halljuk, ismerjük a nevét, hogy szólogatjuk, hogy énekelünk neki, az kevés. Tesszük-e, amit mond.
ettől változik az életünk. Ő megadja az engedelmességhez szükséges készséget és erőt is, de a döntés rajtunk áll, hogy akarjuk-e tenni, vagy bezárjuk a fülünket, a cselekvésre induló lábunkat megkötjük, a szánkat becsukjuk, a kezünket lefogjuk, nehogy megvalósuljon valami abból, ami az Isten terve. Pedig korábban mennyi indulatnak adtunk helyet a lábunkkal, a szavunkkal, a kezünkkel, odaadtuk magunkat szolgálatra a gonoszságnak, és itt a lehetőség, hogy a Krisztus indulatának szeretetének adjuk oda magunkat. Használhat-e bennünket? El szabad mondanom, mert nyilvánosan hangzott el a Kékkereszt csoportunkban egyik testvérünk bizonyságtétele. Ki elmondta, hogy Viatorbágyán jutott hitre, és amikor beszélgetett a lelki vezetővel, azt mondta neki, hogy te most hazamész, és bocsánatot fogsz kérni a haragosoktól. Azt mondta, az lehetetlen. Ő bántott meg engem, vagy ő kérjen tőlem bocsánatot, ha akar. Nem? Te fogsz oda menni hozzá. Volt ellenkezés a testvérünkben, de aztán az Úr meggyőzte. Hazament, és attól a haragosoktól, akivel évekig voltak haragban, bocsánatot kért. És helyreállt a kapcsolat. Megtette, amit az Úr mondott neki. Meg kellett hozzá alászkodni. Erőt kellett vennie magán, fel kellett keresni a haragosát. De megtette, és áldás volt rajta. És azt szeretném megkérdezni, hogy meddig akarjuk magunkat megfosztani az Isten áldásától. Volt egy szomszédasszonyom, aki áthívott beszélgetni, és elmondta, hogy az ő lánya és az ő veje mennyi minden gonoszságot tesznek vele. Az idős asszony pedig rendszeres templomban járó, gyülekezetben Isten tisztelt hallgató asszony volt, és mondta neki, drága Mancika néni, maga kapott többet, bocsásson meg nekik, tegyen meg az első lépést. Nem tette meg. Vidéki szolgálatomról értem haza, és a Manci néni lánya jött hozzám könnyek között, alig szálltam ki a gépkocsiból, hogy a mamát valami agyi történéssel bevitték a kórházba, és nem tud beszélni. Szeretne valamit mondani, de nem tud. Adtak a kezébe tollat és papírt, hogy írja le, de a kéz már nem engedelmeskedett az agy parancsának. És a mancén így ment el. Testvéreim, ne várjuk meg az agyi történést, amit lehet. Bocsássatok meg, és kérjetek bocsánatot, és legyen megbékélt a szívetek, és legyen áldott a szívetek. És rendezzétek, és rendezzük az életünket az Isten áldott jó szava szerint, és áldottak leszünk mindannyian. Mert aki hallja és megcselekszi a Jézus beszédeit, annak az élete nem omlik össze. Jöhetnek viharok, szélvíz és áradat, megáll, mert kősziklára épül.